szegedi árvízi katasztrófa után a város fejlődésének fontos állomása volt a színház 1883-as megnyitása, melyben a zenés műfajok kezdettől fogva hangsúlyosan szerepeltek. Ezzel komoly zenekarra is szükség lett. Igazi minőségi ugrást jelentett a Szegedi Filharmonikus Egyesület zenekarának 1919-es megalakulása, ekkor jött létre a mai értelemben vett szimfonikus zenekar. A Szegedi Szimfonikus Zenekar nevet 1969-ben vették föl, amikor a legendás karmester és zeneszerző Vaszi Viktor önálló intézményé szervezte az együttest. A zenekar karmesteri dobogóján a vezető karmestereken kívül számos jelentős művész állt. Lamberto Gardelli, Ferencsik János, Kodódi András, Medvecki Ádám vagy Kocsis Zoltán. Az együttest ma Gyüdi Sándor vezeti, aki hazatért egy este Szekszárdra. Természetesen külön öröm itt muzsikálni, és nagy örömmel hoztuk ezt a programot, hiszen ünnepre jöttünk ezzel a műsorral, úgyhogy talán ezzel sikerül Szekszárd életét is gazdagítani, azoknak az örömét az új esztendő indításakor fokozni, akik ma este eljönnek. Itt játsszuk először, de jövő hétfőn Szegeden is elő fogjuk adni, tehát ide készült, de ha már elkészült, akkor Szegeden is megmutatjuk majd a nézőinknek. Ez egy olyan zenekar, amelynek kettős feladata van, koncertezés és zenés színház, tehát operajátszás, operettjátszás. A koncepció nem új, de minél gazdagabban akarjuk a hivatásunkat betölteni. Nyitottabb zenekart szeretnénk csinálni, ami azt jelenti, hogy olyan műfajokat kell felvenni a repertoára, melyeket a nézők is szívesen hallgatnak. Itt elsősorban a musicalek vagy a filmzenék jöhetnek szóba, mondja Gyüdi Sándor. Ennio Morricone-val és az ő vezényletével is játszottunk már ilyen műsorokat, úgyhogy azt hiszem, hogy ez is gazdagítja a repertoárunkat az utóbbi években. Hogy jó néha a változatosságban lubickolni. Tehát nyilvánvalóan a könnyű zenék vagy a könnyedebb muzsika nem igényli azt a fajta koncentrációt, azt a ütemről ütemre váltásra készséget, mint mondjuk Bartók vagy Stravinsky vagy a mai zeneszerzők darabjai. És ez a jól eső, szinte spontánnak ható muzsikálás, az jó kikapcsolódás a muzsikusainknak. Az újévi koncertnek nagy hagyománya van a világban. Emlékezzünk csak a bécsi koncertre, mely példát és mintát is adott a szegedieknek is. Tulajdonképpen a hagyományos, tehát mondjuk Bécsből is világszerte sugárzott újévi műsorhoz képest, ez éppen a komoly zene irányába egy kicsit nyit, ugyanis opera slágerek is vannak benne, természetesen a legnagyobb slágerek, tehát a Calafária, a Lauretta, olyasmik, amiket jól ismer a néző, például még a reklámokban is felhasználják őket. Tehát ilyesmivel gazdagítottuk a programunkat, de a fő cél az volt, hogy egy bécsi típusú, nagyon vidám, nagyon hangulatos estet adjunk. Magunknak is ünnep az új év természetesen, és ilyenkor mást játszunk, és mást akarunk játszani, és ezt a fajta élvezetet játék közben is átéljük, amit a nézőinknek szeretnénk adni. A komoly zene élvezete korfüggő, mondja a karnagy. Az a tapasztalatunk, hogy a látogatók az életük második felében járó emberek javarészt, ami nem jelenti, hogy nem kell ideje korán ilyen zenét hallgattatni a gyerekekkel, de igazán élvezői és értői majd sokkal későbben lesznek. Az a dolgunk, hogy minél több helyen, minél több alkalommal megmutassuk azt, hogy a komoly zene az nem komor zene, hanem élvezhető zene is. Tehát nem csak koncertbérlőknek játszunk, hanem keressük a spontán találkozást is a nézővel, mert köztük sokan ráharapnak arra, hogy hát ez nem is olyan rossz, és legközelebb egy komoly zenei koncertre is váltanak jegyet. Szoktak panaszkodni, hogy a komoly zenei koncertek közönségének átlag életkora magas, de ez mindig így volt. Tehát valahogy az életnek el kell érkezni abba a szakaszába, amikor már a gyerekek felnőttek, és nem az a fő gond egy családban, hogyha elmennénk koncertre, akkor mi lenne a gyerekekkel otthon. Tehát ehhez is egy picit idősebb
kisebbnek kell lenni, és valóban minden életszakasznak megvannak a maga élvezetei, és a komoly zene inkább az élet második felének az élvezete, ez a tapasztalatom.